Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép napot, nem is lehetne szebb, mert végre elkezdjük a Dying Light 2 végigjátszásunkat. Hát nagyon-nagyon vártam ezt a játékot, szerintem ezt a legtöbben tudjátok, nem véletlen játszottuk végig ugye tavaly az első részt, illetve a kiegészítőjét, és hát végre most így egy nappal a megjelenés előtt megmutathatom nektek a játékot, ami nem a Techlandnek köszönhető, mert hogyha rajtuk múlik, akkor nem tudom megmutatni, de Jani barát és Avid nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy ez mégis megtörténhessen, úgyhogy nekik ezúton is köszönet. Hát alig várom, hogy ezt a nyílt világú, zombis, elképesztő, parkúros mindenséget végre újra átéltjük, és megnézzük, hogy mennyit fejlődött a játék a hát jó sok évvel ezelőtti előzményhez képest. PC-n fogunk játszani, srácok, természetesen. Azért belső nézetes játékot én kontrollerrel, az tudjátok, hogy veszélyes. Reméljük, hogy jól fog futni, meg jól fog kinézni, meg minden rendben lesz. Hát annyi hátrányunk van, hogy az első részt ugye már utólag tudtuk magyar felirattal játszani, ezt nem fogjuk tudni, de hát természetesen igyekszem nektek fordítani így a főbb sztori pontokat a játékkal kapcsolatban. És nem utolsó szempont az sem, hogy a stream végén ma kisorsolunk egy példányt a játékból közöttetek. Ez nem szponzoráció, meg semmi, hanem ez így én, meg Hirx. Így úgy döntöttünk, hogy sorsolgassunk közöttetek több játékot, elvégre egy csomóan itt vagytok mindig, úgyhogy ma egy szerencsés játékos nyerhet. Hogy a kódot mikor tudjuk elküldeni, az így rajtunk is múlik, szóval nyilván ezeknél a sorsolásoknál kiválasztjuk a nyertest, de így egy-két napot adjatok nekünk, amíg ezt beszerezzük. Egyébként PC-re és Xbox-ra tudunk kódot szerezni, venni gyakorlatilag, úgyhogy ebből választhat majd a nyertes, hogy melyiket szeretné, hogyha kisorsoltuk. És a sorsolás egyébként ugyanúgy lesz csinálva, mint az elmúlt két évben, mindig minden a saját hűségpontunkból. Csak hogy így ennyivel is kedveskedjünk nektek, hogyha szeretnétek a gémet. De srácok, most nem is húznám az időt, mert már alig vártam, hogy kezdjük el. Nagyon szépen köszi, hogy itt vagytok. Meg fogom köszönni a sok-sok feliratkozást, meg csírt is, ami itt közben érkezett, de hát vágjunk bele és nézzük meg a játék elejét. Annyit csináltam csak, hogy így megpróbáltam a hangerőt meg a grafikát beállítani, de szinte semmit nem láttam a játékból, és hát már nagyon várom, hogy megérte ennyit várakozni. Nagyon régóta fejleszti a Techland ezt a játékot, volt sok probléma a fejlesztés közben, hallottunk róla, volt úgy is, hogy meg se fog jelenni, de itt van, úgyhogy hát mint ovis gyerek, aki örül a zuzsonnának, én is oly lelkesen várom. Nézzük meg, hogy milyen lett a Dying Light 2, indítjuk a Steamet, megindítjuk a játékot. Fehér képernyő. Ott is van. Ott is van. Republic of Gamers. De sok szponzor volt itt a fejlesztés közben. Na, szépen vagyunk. Civilization is a vulnerable thing. A whim of circumstance. Kapunk összefoglaló? At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city. Haram, ugye az első játék városa. Arról a katasztrófáról mesélnek. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. És arról, hogy végül megszületett a vakcina. Mankind had prevailed against the disease. Hála nekünk. És legyőzték a fertőzést. De hát az emberiség hülye. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. A GRE folytatta a kutatását. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world. És megint megszökött a zombi vírus. Az igen. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. GG. És összeomlott az egész emberi társadalom, mert megint kiszökött a vírus, az egész földön kapták. Csak kisebb táborok maradtak életben. A lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own
across dangerous wastelands. Vannak, akik azért így közlekednek a pilgrimek, városok között. Ilyen bátor futárok. Vagy zsoldosok. A city isolated from the outside world. A city with special rules. Egy város viszont megmaradt, no. Egy nagy város. It's the last bastion of humanity. Az emberiség utolsó bástyája. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Ahol helyes döntésekkel még fordíthatunk az emberiség sorsát. Shapes the future. De minden döntés számítani fog. Irreversibly. Na, vannak egy páran. Dying Light 2. Oké. Szóval megtudtuk, hogy eltelt egy kis idő az első játék óta. A GRE, akik ugye ez a jótékonysági humanitárius szervezet, tovább kutatták a vírust, ami elszabadult, kiirtotta gyakorlatilag az egész emberiséget, és csak pár kisebb falu, illetve ez a nagyváros maradt, ahol ez a játék játszódik, és ilyen különböző futárok tartják a kapcsolatot a kis falvak és városok között, és azt hiszem, hogy egy ilyen futár kollégával fogunk játszani, akik így közlekednek a városok között. Nagyjából ennyi, tök jól így összefoglalta a szituációt. A játék, mint láthattátok, vagy mint utalt rá ez az intro, különlegessége a második játéknak, hogy nagyon fontos döntéseket lehet majd hozni. Tehát sztori döntések befolyásolják majd, hogy hogyan alakul a végigjátszás, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezúttal egy ilyen önző karaktert szerepjátékoznánk, egy kicsit ilyen gonosz karaktert. Mert hogy amúgy minden játékban jó döntésekre törekszünk, félre ne értsetek, nem akarom elkreténkedni, csak így mi lenne, ha megnéznénk, hogy most így ilyen önző döntéseket hozunk, vagy nem is tudom, hogy meglátjuk, hogy milyen morális döntések lesznek, nem azt élek, hogy szétbasszuk az egészet, csak legyünk most egy kicsit nem azok a jó fiúk. Szerintem tök jó lenne, úgyhogy gondoltam, hogy megnézzük ezt, mert úgyis mindenki a szuper jó mindenkit megvédek döntést fogja hozni, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt így most meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen Bazsi, Niki, Kreatív Form, Zsuzsmó, Dártleja, Andris, Tréfarépa, az Uzmó, CS, Jenny, Latika, Cinci és Dotti a támogatásokat, valamint Pidgeotto és Milo. Hát most már tényleg nincs több időhúzás, meg volt a fölvezetés. Srácok, kezdjünk bele a kis zombi kalandunkba. Új játék, easy, normal, hard. Ne kísértsetek, jó lesz a normál, mert a Horizonig be kell valamennyire fejezzük a játékot, és nem akarok speedrunolni. Normál. Nem hardozzunk, arra ráfáztunk az egybe is. Bár ott több nehézség volt, azt hiszem. Tökre várom. Imádom, hogy még mindig ilyen izgatott tudok lenni egy videójáték iránt, de tényleg várom nagyon. Nincs nightmare fokozat, igen. Igen. 2036. Igen, akkor ez bőven a jövőben játszódik. 15 évvel a Fall után. Ugye Fallnak a vírus újra kiszabadulását hívták, ha jól értettem. Tehát ez az első játék után olyan 20 évvel játszódhat kb. A hülyeséget mondtam, bocs. Helyzet van. Az igen. A parkour marad. Látjátok, ne legyetek zombik. A zombik nem tudnak olyan nagyot ugrani. Jó. Na. Oh, ott van Spike. Ő volt az első játékba. Pont beszéltük Pistivel. Igen, és ilyen pilgrimek vagyunk, igen. Tehát ilyen futárok, Death Stranding. Na, nem néz ki rosszul a játék, így első blikre.
Hát azt sem mondom, hogy soha nem láttam ilyen szépet, mert nem igaz, de nem néz ki rosszul. Mindenképp szóljatok, hogy kép meg a hang jó-e FPS ügyileg, ha bármi technikai gond van, szóljatok. Na megyünk Spike-hoz. Mondta, hogy másszunk fel oda hozzá, úgyhogy lelkesen megyünk. Hopp! 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 Olyan furán fut a karakter, nem? Úgy a kezei ilyen érdekel. Kicsit így olyan, mintha... De lehet, hogy csak ez a belső nézet miatt tűnik furának, csak... Kicsit érdekes. De lehet, hogy az elsőben is ilyen volt. Így áramvonalasabb. Odaugorjak át? Elsőre? Isti itt leesett, láttam. It's good to see you, Spike. How long has it been? Far too long. But don't get all mushy on me now. Come, I want to show you something. Mm-hmm. Where are we going? You'll see. Mutatni akar valamit, Spike. What's incredible? Most pilgrims don't last 2-3 years on the road. Are you been kicking around for what? 4 years now? Azt mondja, hogy a legtöbb hozzánk hasonló futár 2 vagy 3 évet él, de mi már 4 éve nyomjuk. I know, but I'm fucking off. Szóval elég jó a karakter. Yeah, right. Talpra esett. Seriously, I wish I had as much energy as you. Got a new lead on Jane? Trail went cold after New Paris. És egy Jane nevű embert keresünk. Through Baines or Gary? Baines, what a shithole. Some 5 rickety huts left. Majd megtudjuk, hogy kicsoda. Nobody there had heard of her. Mhm. Na mi a helyzet? Look at that. A beehive full of honey. Can't let an opportunity like this go to waste. No way. Azt mondja, hogy... Look around. If we're lucky, there's chamomile growing here too. Azt mondja, hogy nyúljak bele a mélykasba. Hát ez hülye. Ezek az első emberrel, akivel találkozunk a zombi apokalipszis közepén, azt mondja, hogy nyúljak bele a mélykasba. Search. Aha, szereztünk egy mézet. A Q-val... tudunk szkennelni. Igen, gondolom, hogy megtaláljuk a lootokat. Így kell. Ég a zsír. Természetesen, ha ez nem volt egyértelmű, bár aki látta a végigjátszásunkat, az sejtheti, más a főszereplő, mint az első játékba. Ott ugye Krém volt, most azt hiszem, hogy Aiden a főszereplőnk neve, hogyha jól láttam. És annyit tudunk róla, most itt beszélgettek Mr. Chokesszal, hogy valami Jane nevű nőt keresünk. Oh yeah, the one that had that saying, remember, chamomile and honey are gifts that keep giving. Mi az a chamomile? Kamilla? Mert hogy mézet meg kamillát kellett leszedjünk. Itt most. De nem tudom, mi az a chamomile. Szereztél egy új receptet. Nézd meg a crafting menüt. Kamilla. Hát milyen jó kitaláltam, köszönöm. Aha. Tehát ugyanúgy lesz craftolás a játékban. És gondolom... Aha, megtanultuk, hogy hogy kell gyógyszert csinálni. Craft. Azaz. Plusz egy medicin. A facecam egy kicsit itt pont kitakarja, hogy mit lootolok, majd kitalálom, hogy hova rakjuk, hogy fasza legyen. Jó? Aha, és ott bal alul látjátok, kikerült. Gyors use-ra. Ott tudunk helolgatni. Healolni, ugye. Köszi Phantom, köszi Avid, Nörfajpó, Bazsi, Szada, titoktartó mikrobiológus, Fruzsi, Ádám, fú, nem tudom követni, Milo, köszi a támogatást mindenkinek. Na, jövök csak ez, elnézést, itt vagyok már is vele. Hogy egyébként úgy általában mit keresünk itt, azt nem tudom, de majd ki fog derülni. Gondolom így kutatnak, vagy felfedeznek. Vagy éppen utaznak egyik városból a másikba. Azt tudjuk, hogy a csávunk valami Jane-t keres. Wow. Somebody had a nice crib. Ja, szép kecó. Jól tartja magát, látjátok? Égla. Jó bírja az apokalipszist. Kilútoljuk. Borsodi módi van. Bocsánat. Meg kell jussunk a házba. Milyen szerencsés, hogy pont nyitva van a garázs, nem? Ne felejtsem el használni ezt a szkennert.
Ott a loot. Aha, hát pont nem. Ledör. Az a baj, hogyha elkezdek így végtelenül lootolgatni, akkor... 300 óra lesz. De most még az elején lelkes vagyok. Hangerő jó lesz így, srácok. Aha, és itt vannak ilyen papírosok. 5 évvel később már senki nem emlékszik Haranra. Hát igen, az emberiség az addig humanitárius, ameddig érdeke fűződik hozzá, ezt már láttuk korábban is. Last Spring Party 2023. Ezek így amúgy creepy-k. Ezek a dolgok. Jumpscare lesz fixem. A patkony! Yeah, just rats. I think it's time we parted ways. Why? I'm starting to worry about you. Mm-hmm. And you know what I'm saying. You're starting to worry about someone, it means it's time to go. Azt mondja Spike, hogy jobb lenne szétválnunk. Érdekes módon. Már gondolom nem most azonnal, hanem hogy ne utazzanak együtt. Na azért ezt az irodát már kilútolom, hogyha már a patkányok megijesztettek. Gondolom ezek, amiket most szedünk föl, ilyen crafting alapanyagok, tehát ebből lehet majd készíteni mindenféle jóságokat. Elég sok mindent lehet investigálni, tehát akit érdekel a lore, az fog találni bőven. Who do you voodoo? Sounds familiar. Who do you voodoo? Jó kis régi lemezek. Jó. Lehet adok a voice-ra egy kis hangot még. Tudj. Tudj. Majd meglátjuk. Szekrény. Jó, úgy néz ki, hogy itt a játék hamar elveszi a kedvünket azért a lootolástól. Szekrénye 90%-a üres. Cigaretta. Ja, várja, ott volt, csak vak vagyok. Visszavonom. Táska? Ez mit jelent? Hide area. Ó, szóval a játék azt is jelöli, hogy hol lehet elbújni. Akkor biztos minden rendben lesz. Zip. Jó. Menjünk tovább. Azt hittem le lehet ülni zongorázni amúgy. Jó kis Dead Island easter egg, igen. Oh. Hát, ez se lesz a legvidámabb játék ever. Sajnálom, Dave Viszlát. Az van írva a könyvbe. It's heartbreaking. Végül is világvége parti volt. Like a party to celebrate the end of the world. They died on their own terms. Ah. Let's hope we get that lucky too. I'll see what's upstairs. You check out the garden, okay? Okay. Hihetek, végül is, ha már világvége van, meg világvége parti, akkor nem hiszem, hogy van egy jó mód a távozásra, de ahogy mondta a karakter is, ők legalább a saját szempontjaik szerint távoztak. Ah. Azért ez elég creepy. Azt mondja Dive-el, hogy eszméletlen buli lehetett. Nem már ehhez még korán van egy kicsit. Oké, okay. Fésüljük át a kertet. Hoppá, szegy. Igen, haláli poén volt. Köszönjük. Mi van, a játék lassan indul? Mint minden játék. Építkezünk sztoriba. Mindenki levelet hagyott a szeretteinek. Dearest Mary, I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there. Underneath all that pain and disease. Tudták, hogy mi vár rájuk. I'm coming to join you. No more running. Igen, hogy jövök mindjárt, csokeszkokesz. Tudták az emberek, hogy mielől menekülnek, meg mi vár rájuk, de ugye sokuknak egy-egy szerette átváltozott. És
Hát a párjuk meg utána ment. Azért ez nem egy hallatlan dolog így a hétköznapi életben sem, sajnos, ugye? Így meg pláne. Viszont egész éjjel most már nem zavar annyira. Majd megszoktam a hadonászást. Én még lootolnék. Vagy ne lootoljak? Jó, mondjad, mi a helyzet. Sit down, buddy. For you. A gift? A gift from the heavens, to be more accurate. Kaptunk egy ajándék baseball zütőt. By the owner's dead body. Ilyen kedves. May it be of more use to you. Here. Ah, még sört is hozott. Nagy. Azért rendben van a játék kinézete így. It's gone flat. Look at you and your. Jó messzire ellátni. Drink. Még ott egy híd is van, ha megfigyelitek ott egész távol. At least until night falls. Hogy valami hasonló. I wish Crane could have seen this. Who? Doesn't matter. Ah, hallottátok, mit mondott? Bárcsak Crane is látná ezt. I tracked down that guy for you. Lenyomozott nekünk valakit. Spike. Igen, azt eddig is éreztük, hogy a mi karakterünk az céltudatosan keres valakit. Milyen csávót? Hey, what guy? Quit pretending. You became a pilgrim to track that fucker down. Uh-huh. Waltz. I found someone who knows him. Eleve azért lettünk pilgrimek, szóval ilyen utazó futárok, hogy megtaláljuk ezt az embert. Hey, what? And you're only telling me now? When I tossed you a beer, thought you guessed right away we were celebrating. The guy's in Villador. Supposedly he knows something about Walt. Villadorba kell menjünk. Villador. So I'm that close, huh? Hey, I got a favor to ask you. You deliver this to Gary? It's on your way. People don't like pilgrims there, but they pay well. And where do people like pilgrims? Ó, nem szeretik a futárokat sehol a világon. Everyone does their best to survive. Félnek tőlük. Ja, meggondolom, azok ilyen kemények. Something needs to be transported through the hordes of infected. And suddenly, they're knocking on our doors. Nem szeretik őket, csak szükség van rájuk. But you owe me one. Not just one. Jó van, piáljatok. So, what about that guy? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? Ja, vodkát iszom, igen, én is. He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Mm-hmm. Told him he'd hear from you soon. Ahhoz az antennához kell mennünk, ami ott van a képernyő bal oldalán. Az informátorral ott fogunk tudni kommunikálni. Aki segít nekünk, gondolom, ebbe a Villador nevű városba eljutni. What does he want in return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. I don't think that kind of guy exists. What? What about me? You're an old fart who likes racing me. And makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey. She's not crazy. Jane's just maybe, well... Ja, Jane az ő barátnője. And she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her... All right. És akkor gondolom, nem is mi keressük őt, hanem a csávó. I was gonna say eyes. Beautiful. Steely. Huge. Never heard anyone get so worked up about gray eyes. Nem is mi kerestük ezt a Jane-t, hanem Spike. Let alone women. Yeah, you're probably right. Ha milyen csajot, hogyha elvesztetted? I'll find Jane. We'll set up a house. We're gonna live there. No one's gonna drive us out. And I'll stop wondering like a moron. A közös jövőről álmodik ezzel a Jane-nel. Mi befogadunk, hogy 5 perc múlva meghal Spike. Igen, mondjuk a környezetvédelem bekaphatja az apokalipszis idején, igazatok van. What's his deal? Is he family? No, not at all. Then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah. Meglepően sok sztori van a játékba. My time's up. So when will I see you again, huh? In another 2 years? Maybe. Take care, man. I hope you find that Waltz guy, or whoever you're looking for. Jó, itt elválnak útjaink, úgyhogy akkor lehet mégse fog meghalni. 140.200 megahertz.
at dawn. The guy's waiting for you. Okay. Akkor Spike csak azért jött, hogy leadja nekünk ezt az infót. Hogy el tudjunk menni ebbe a városba. Meg hát közben mesélt egy kicsit erről a Jane barátnőjéről, mi megpróbáltunk neki ebben segíteni, hogy megtalálja, és letelepedhessen a szerelmével. De el kell mennünk ahhoz az antennához, hogy megszerezzük az információkat, és ezt a Volc nevű csókát megtaláljuk. Mondjuk csalajáték, szemétség pont ezt a... az arany időszakot ábrázolni, ilyenkor mindig nagyon szép a természet. Hogy hívják? Golden Hour-nek hívják angolul, azt hiszem a naplementének ezt a részét. Na, meglepő, hogy ilyen mély a sztori a játékban, már hogy ennyi párbeszéd volt. Gondolom sokan nebulók közül már elaludtak, de szerintem király. Kicsit meg kell ágyazni a sztorinak. Ez egy jó ötlet szerintetek? Ha! Oké. Sose lehet tudni, hát hogyha elfelejtett úszni most a karakter. Bár ugye nem ugyanaz a karakter, szóval. Azért egy pilgrim tudja már úszni. Azért óvatosan. Ott egy zombó. Nem véletlen kaptunk fegyvert. Hogy veszem elő a fegyvert? Ah, praktikus. Én elopakodjak? Biters. Nem, azt írja. Bal klik, quick attack. Mehet. Soszi. Aha. A kék a staminánk, gondolom, az energiánk. Gondolom, ha az elfogy, akkor gáz van. Kapta. Mi nekivágódott a falnak? Vagy mi besebződött ennyi? Gondolom. Várjál, van loot. Rámegyünk. Ne legyen jumpscare, mert sikítok. Loot. Á, csókolom. Babi néni van? Nincs. Gyorsan azért szétnézünk. Ott kint növény van. Ajtók zárva. Hoppá. Felugrottam egy szekrényre. Nem akartam felugrani a bocsánat. Még nem vagyok tisztában a parkour képességeimmel. Adjatok egy kis időt. Menjünk, mert gondolom, hogy itt a játék elején amúgy annyi lootot úgy se lehet összeszedni, mint egyébként a városban majd, vagy a fő helyszínen. Ez meg még mind intro. Már azt azért fölveszem. Kaptunk valami fegyvert. Aha. Látjátok, itt egész részletes leírása van a fegyvereknek, és ugyanúgy van durability. 1-2. Az a sárga 1-2, nem tudom mit jelent ott a fegyvereknél, de van itt típusa a fegyvernek. Jó, hát majd a gírelődést azt kitaláljuk a megfelelő időben. Ha te lennél a fejlesztő Hirsch, te fixen elrejtenél itt egy legendás fegyvert? Lehet, hogy van, de ne spoilerezzétek el a játékot, úgyse keresem meg. Majd ti megtaláljátok. Jó fele megyek? Nagyon tetszik, amikor úgy faszán megcsinálják, hogy mozogjanak a fák a játékban, meg a bokrok, meg minden, úgy sokkal jobban néz ki a játék, mint egyébként úgy, ahogy. Mert hogy egyébként a textúrák annyira nem szépek, ha megnézitek. Szóval egyébként annyira nem durva a játék grafikája, csak ügyesen használják. Hogyha ennek van értelme. Na, ezek a buszra ugrálások már ismerősek. Kicsit néha droppol a game, de... egyébként jó... ajaj. Aha! Őket nem kéne felébreszteni. Pedig az nagy buli lenne. Nyugi! Az mi az a sárga méter? Akkor ébrednek fel? Ó!
Szóval nagy zaj csapunk, akkor így felmegy a zombiknál egy ilyen méter, és gondolom, hogyha kimaxolódik, akkor... akkor fölébrednek. Nyugi. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy bajba vagyunk, de megoldottuk. Mondjuk csábító. Csábító a gáztank berobbantása, de nem. Moderálom magam. Aha, jó irányba megyünk. Ah, rohadt jól néz ki. Azért néz ki jól a játék, mert ilyen szép távoli helyekre ellátsz. Jó a view distance. Assz! Nem voltam benne biztos, hogy sikerül. Forest Retention Area. Vegyük föl a kamillákat, mert az kell a gyógyszerkészítéshez. Hopp. Elég gyorsan fogy a karakter staminája, nem tudunk valami magasra mászni, hogyha megnézitek. Az észnél kell majd lenni. Elnézést, méhecskék. Sorry. Mondjuk tök kedvesek, hogy nem kezdenek el üldözni. Ha! Aha. Jó, ne röhögjél, légy cím. Na, megoldottuk. A játék is így tervezte. Adrus, Enci, Vexor, Bíró Barbie, mikrobiológus, köszi a Tier 2-t, Bobby, Mien Feri, T. Dávid, Phantom. Köszönöm a feliratkozásokat, srácok. Jó. Igen, itt még nem találkoztunk a helyi Justin Bieberrel, majd ha elérünk ebbe a városba. Hui! Ilyen kényelmes és praktikus helyen volt az a zipline. Ők eléggé beleolvadnak a környezetbe a lootok, nem tudom, hogy magamtól hogy kéne észrevegyem őket. Sprint gomb nincs a játékban, hanem ahogy így folyamatosan megyek, egyre gyorsabban kezd el menni a karakter. Még ilyen kis szélvonalkák is kialakulnak a képernyő szélén. Ó! Oh! Hello! Azt most a lootért menjek le? Oké, tudunk rugni. Ez be ránk esteledik faszán. Na mi van ott? Nem mászol föl, barátom? Nem. És itt ezen föl tudok? Azt hittem, hogy ott kell fölmászni. Na, most tetszett neki. Elsőre nem akarta az igazságot. Ne nézd le! A legfontosabb szabály! Ne... Lényegtelen. Ez meg a Blue Hour. Milyen messzire ellátni? Na, ügyesen megcsinálták. Ha! Azaz. Parkour skill point. Upgrade. Na. Bocsánat, ez nem direkt volt. Szóval, fejlesztések. Szintet lépett a parkour skilled. Most már elküldhetsz rá egy pontot. Igen? High jump. A magas ugrással magasabb párkányokat tudsz elérni ugrás közben, hogyha nyomva tartod az ugrást. Jó. Vegyük meg. Úgy. Hát sok választás nem van. Ez vagyok én? Hasonlít? Nem? Nem. Kéne rá egy kis szőr. Aha, és akkor várja, itt kell magas ugrani. Aha. Ez gyakorlatilag ilyen double jump. Nacionális park. Nagyon örülök, hogy nacionális, csak zombik ne legyenek. Azaz, ezt az adótornyot kerestük. Elvileg... Elvileg hajnalban... kell kapcsolatba lépnünk a valccal, ezzel a, vagy ezzel az informátorral. Úgyhogy éjszakára kellene búvóhely. Biztos nincsenek itt benn. Szívesen megnézném ezt a garást amúgy. Ezt meg fogom bánni.
láttam. Gondoltam, olyan hülye vagyok, bassz meg. Jó, az még csak kettő. Ha. What the hell is that? Ami? Hát nagyon gollam. Hogyan nézzél? A atletikus! Ajjaj. Na! Oké. Néhány ellenfélnek különleges támadása van, amivel nagyokat sebez. Amikor pirosan világít a HP-juk, dodzsolni kell. A space-szel tudsz dodzsolni. Na gyere, ugri-bugri! Aha. Aha, azt, hát látom, hogy piros, bassz meg, csak... Nyugi, ez a normál? Hova lett az ugró? Ott van. Kapta. Elfáradtam csöppet. Ott van, nézd meg, hogy szalad. Na gyere. De hát esély nincs, hát olyan gyors, mint a gondolat. Nyilván nem az én gondolatom, de értitek. Azaz. Jó. Gyere már itt. Hát esély nincs ez dodzsolni, hülye vagy. Hát ezt még csak-csak. Gyere már vissza, more! Az anyádat, gyere vissza! Rükkös. Gyere, ugorjál! Hopp! Azaz! Fuck! Megfingatott rendesen, basszus. That was close. Te! Csingiling a fingiling. Pedig ez valamilyen Babi néninek nézett ki így távolról. Oké, okay, Craftmaster alapanyagot szereztünk. Nem tudjuk az mi, de a Craftmasternél kell majd használjuk. Jó, hát nem úgy lesz itt sem a zombizás, hogy így oda megyek, aztán két ütés és szevasz. Egyébként mindegyik zombi üres, tehát hogy így fasza, hogy lootolom őket. Mi hülye, miért nem mentem be a házba egyből? Másképp történik? Néztetek már streamert, hogyha egyből az ablakhoz próbálok fölmászni? Még ki se tudtam nyitni. Na, én csak lootolni akartam. Jó, ez egy fegyver. Az mi az? Nem tudom lootolni. Resource? Nem tudom, miért világít, nem engedi lootolni. Generátor? Úgy már öffen is helyes. Ó! Oh! Ezzel faszán ide vonzok mindenkit amúgy, király. A muzsikát nem kellett volna bekapcsolni. Jó, hát szerintem menjünk be a házba, mert... Sokat kalandozok, csak még rosszabb lesz szerintem a helyzetünk. Itt már benn most már. Nem akarok többet. Jó. Küldetésünk. Search for a safe place to sleep. Alvó helyet kell találni. Hát amúgy az ajtót én bezárnám magam után, most nem azért mondom, de... Ó, te drága... Zombikácska, csak tudnám, hogy merre jársz. Na 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 na, na 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 na. Kilútolom a házat. Ojjaj. Someone moved them. Not long ago. Itt volt valami. It's been moved. Titkos?
Okay, let's give it a try. Aha. Egyből. Ó. Ja, ide kellett jönni, azt hittem, hogy ügyes voltam. Safe zone, ugyanúgy, ahogy az első játékban vannak ilyen biztonságos házikók, ahol van UV-fény, ami biztonságot garantál. Lehet ott pihenni, és itt van a stashünk, ugye, ahova el tudunk pakolni itemeket. Aha, és innen tudunk majd telefonálni. Jó, csak még annyit engedjetek meg, hogy itt gyorsan azért, ami villog, azt fölvegyem. Aztán majd nyilván később meglátjuk, hogy... ez csak mutatja a kiutat. Nyilván később meglátjuk, hogy mennyire kell minden lootot összeszedni, meg mennyire lehet anélkül is boldogulni. Viszont fölhílelem magam. Úgy. Nincs túl nagy HP-m ott bal fölül, ha megfigyelitek egyébként. Jó. Mert a pihi. Reggel telefonálom. Na. Az első nap mondhatni sikeres. Visszaemlékezős álom. So quiet. Where is everyone? Maybe they're all dead. Aiden és Mia. You're stupid. Let's go. Now. Ez valami gyerek otthon akar lenni? Semmiféleképpen nem egy családi ház. Shh. It'll be all right. Minden rendben lesz. Divatos a haja a doktor bácsinak, vagy ki ez. Aha, ez valami gyermek otthon lesz. Wait here. Nothing good will come of this. Have you brought 12346? Aha, és itt van ez a Waltz nevű ember, akit keresünk. Don't worry. They'll let us go soon. Ó, fél a kis jány. With you. You're safe with me. I know. Nem akarom hangosan feltenni a kérdést, hogy miért kopasz az összes gyerek. Easy. Ugye nem kísérleteznek a gyerekekem. Even if they separate us, this is how we'll always find each other. Lady! Not him, no! Igen, ugye a fertőzés az nem csak közvetlenül terjed, hanem a levegőben is. Szóval nyilván a fertőzéstől betegek. Dr. Waltz, we won't make it. The military will be here any moment. Wait. Close your eyes. Uh-huh. Ow! Hát, hogy most ők jót akarnak-e, vagy kísérleteztek? Aha, aztán baleset történt. Jó, szóval ez a Waltz, ez kísérletezett a karakteren, vagy hát gyógyította, vagy valami gyerekkorában. Ebbe a gyerek otthonba. És akkor történt valami baleset, vagy gebasz, kigyulladt az egész, és ennyit tudtunk meg. És hogy volt egy Mia. Hogy ő a kis barátunk, testvérünk, gyerekkori szerelmünk, azt nem tudjuk, az majd kiderül. Ha.
Time to contact the guy Spike was talking about. Jó. És akkor most az informátor elvileg ehhez a Waltzhoz vezet majd el minket. Gondolom most már így indokolt, hogy miért keressük ezt a csávót. Mondta, hogy Sis? Sisnek hívta? Aha. Tehát akkor a tesónk a kis csaj. Bocsánat, csak közben pont annyira ránéztem a telefonomra, hogy ment a stream a nappaliba, és állítólag a fiam nagyon-nagyon jókat röhögött azon, ahogy ütöttem a zombikat egy baseball ütővel. Mindenkinek meghagyom, hogy ebből milyen következtetést vonjon le. 140.200, ez volt a... Figyeltem. De már ment a backseat. Adjunk neki ajándékot? I'm on frequency 140.200 megahertz. Hello? Aiden? Yes. Aha. I was supposed to get in touch with you. I thought you'd change your mind. Why are you looking for Waltz, Pilgrim? To find someone else. Her name is Aha. Mia. És a tesónkat keressük. 15 years ago, we were in a hospital together and... I know who you're looking for, Aiden. You want to know why Waltz was doing those experiments on all of you. Why you are stronger, more durable than others. Ja. Yeah, I just want to find Mia. Az lesz, amit mondtam. Kísérleteztek rajtuk, és ezért Can you help me or not? Erősebbek lettek ezek a gyerekek. Let's meet, Pilgrim. Szóval én szuperember vagyok gyakorlatilag. Entrance to the metro tunnel by the bay. You can get inside the tunnels through an open GRE hatch. I'll meet you there. Európa kapitány. És ugye akkor ebbe a balesetbe szétváltak a kis hugával 15 éve. I have to leave the city, but I won't make it on my own. És őt próbáljuk megtalálni. Take me to New Paris, and we're even. Along the way, I'll tell you everything I know. Over and out. Wait. I have to at least know if she's alive. She's alive. Na, és elvileg él a csaj. I'm going to the rendezvous. I'll see you later, Aiden. Jó, találkozni akar velünk ez az informátor. Nyilván szívességekért cserébe segít nekünk. Oda kell menjünk, ott a váhos. Jó, azt mondta, hogy a metró alagútba találkozunk. Hát ott biztos nem lesz semmi veszélyes. Let's go. Oh!